A hazai és határainkon túli alkotók dokumentum, kisjátékfilm, film, filmetűd és ifjúsági kategóriákban küldhették be munkáikat. A legnépesebb és egyben legszínvonalasabb mezőny ezúttal is a dokumentumfilmeké volt. Nagyon sok olyan alkotás jött, amely, 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 segíti a befogadót, minket, a nézőt, a mindenkori potenciális nézőt, hogy egyrészt megismerje a történelmet, és jobban megismerje azt a világot, ami körülöttünk van, és hát ugye ez a filmkészítésnek a lényege. A Göcsei filmszemlék története 2005-ig nyúlik vissza. Az alapítók szándéka azóta is változatlan, bemutatkozási lehetőséget biztosítani a filmezés iránt érdeklődőknek. Az eltelt 19 év alatt több ezer Alkotónak sikerült bemutatkoznia nem csak előttünk itt Zalegerszegen, a zsűri előtt vagy a nézők előtt, hanem országosan is, hiszen a helyi televíziók országos egyesülete tagtelevíziói megkapták ezeket a filmeket. Tehát az a cél, amit kitűszünk annak idején magunk elé, hogy az amatőröknek, félamatőröknek lehetőséget kínáljunk egyfajta megjelenéshez, egyfajta összehasonlításhoz, ez sikerült. A filmvetítést díját adó követte kategóriánként három-három győztest hirdettek, akik a Nemzeti Filmintézet támogatásának köszönhetően az oklevél mellett pénzjutalomban is részesültek. Utolsóként a fődíjas alkotó személyéről húlt le a lepel. A 19. Göcsei filmszemlét ezúttal Margittai Gábor nyerte Erdély és Románia nagy egyesülése című alkotásával. 2018. december első ünnepelte Románia Erdének a bekebelezését, amit ők uniónak, egyesülésnek, nagy egyesülésnek hívnak, és mi felségemmel alkotta társammal, Major arra törekedtünk, hogy ütköztessük a szemben álló olykor ellenséges mitoszokat, tehát ugye a magyar szempontú, természetesen mi, a mi alapállásunk ez volt, illetve megkérdeztünk román történészeket is, hogy mit gondolnak erről a történelmi eseményről. A programra érkezők egy kiállítás részesei is lehettek, amely a 30. 8 éves Zalegerszegi televízió régi eszközeibe és archív felvételeibe engedett betekintést.